Nem régiben az internetes magyar világsztár Hajde Pény Herold is a Pangea Hotel vendége volt, Nyíregyháza új szállodája, ugyan csak idén nyáron nyitott, azonban azonnal berobbant a köztudatba. Népszerűségét és minőségét az is mutatja, hogy már most elnyerte az év szállása külön díjat a szállás.hu portál versenyén. Nagyon örülünk, mert mi nem pályáztunk erre a díjra, de az a szakmai zsűri, aki minden évben minősíti a szállodákat különféle kategóriában, úgy döntött, hogy bár ugyan nem neveztünk az év szállodája versenyben, még úgy gondoltuk korai, de olyan sikeresnek ítélték meg a Pangeát, nagyon szép az épület, a dizájnt díjazták, és hát ugye nem utolsó sorban az a vendégértékelés, ami 9,8-es volt egy 10-es skálán, tette lehetővé, hogy megkapjuk ezt a külön díjat. Úgyhogy váratlanul ért minket, de nagyon fontos díj ez, hiszen egy minőséget jelöl, és a Pangea egy minőségű szálloda akar lenni itt Nyíregyházán. A portál versenyén a különböző turisztikai elismerések végső sorrendje több mint 190 ezer szavazat, 900 ezer vendégértékelés és a szakmai zsűri véleménye alapján állt össze. A Pangea Hotel mellett Nyíregyháza két másik kategóriában is díjat nyert. A népszerűségi díjak között a Panzió Apartman vendégház kategóriában a Deluxe Apartman végzett az élen, az év turisztikai attrakciója elismerést pedig az Aquarius élmény és parkfürdő érdemelte ki. A 15-től kezdődően 500 ezer feletti látogatószámot produkálnak a nyíregyházi fürdők. Az idei év is hasonló számokat mutat, a nyári szezon jól sikerült, sokan jönnek Nyíregyházára nyáron, igazából Sóstógyógyfürdő, tehát házas teljes egészében. Mindig vannak problémák, Júlia fürdőt újítottuk fel, az egyik fürdőnket, a városi fürdőt, mellette más fürdő részeket, tófürdő fejlesztést készítettünk elő, de összességében, hála Istennek, ez az év is sikeresnek mondható. A számok még ugye itt a december hónap azért erős szokott lenni, úgyhogy még fürdő szempontjából még itt sok bevételre számítunk, de összességében pedig ez az jelzés, hogy a Aquarius élmény és parfürdő az év turisztikai attrakciója lett 2018-ben, ez azt gondolom, hogy a vendégeknek az elégedettségét mutatja. 6 év alatt közel 60%-kal nőtt a vendégészakák száma Nyíregyházán, tavalyhoz képest pedig idén 9%-os a növekedés, mondta el Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a városban kiemelt szerepet töltenek be a turisztikai célú fejlesztések. A gazdaságfejlesztés mellett a turisztikai terület az, ahol Nyíregyházának nagyon nagy lehetőségei vannak, jó adottságai. Én azt gondolom, hogy ezt az elmúlt évek bizonyították, de ez nem csak az idő elteltével bizonyosodott, hanem annak a nagyon koncepciózusan átgondolt, folyamatos, következetes munkának az eredménye, amit az önkormányzat végzett, az önkormányzati turisztikai cégekkel elsősorban, a TDM, a fürdő, az állatpark, és amihez csatlakoztak, és ennek én nagyon örülök, a magánszállások. Kovács Ferenc hozzátette, jelenleg is számos turisztikai beruházás zajlik Nyíregyházán, többek között 800 millió forintból fejlesztik a Sóstói Múzeumfalut, és hamarosan befejeződik az új négycsillagos szálloda építése is, valamint 1 milliárd forintot nyertek a gyógyfürdő fejlesztési pályázaton is.